Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, kedves tihanyi testvérek és távolból érkezettek, kedves zarándokok! Jeruzsálemben a Krisztus utáni 4. századtól kezdve, amikor felszabadult az egyház, igyekeztek a keresztények bejárni Jézusnak a keresztútját, azt az útvonalat, amelyen ő a város közepéből, a városon kívülre, a Golgota hegyre cipelte a keresztjét. Először csak ezen a bizonyos pénteki napon volt szokásban a keresztútjárás, majd az esztendő minden péntekére kiterjedt. Amikor Jézusra gondoltak az első keresztények, és amikor mi is Jézusra gondolunk, gondoljunk arra, hogy mennyi mindent kaptunk az Istentől gyerekkorunk óta. Merre akar vezetni bennünket az Isten? Az örömökön keresztül, a fájdalmakon keresztül, a nehéz élethelyzeteken keresztül, az extatikus élményeken keresztül. Kövessük Jézust, és ha úgy érezzük, hogy nehéz a teher, vagy eszünkbe jutnak az életből különböző nehézségek, tegyük oda, ő ezeket is elviszi. De ami azért, mert elviszi ezeket a terheket, igyekezzük odaadni neki a szívünket, próbáljuk őt nagyon szeretni, nem szavakkal, hanem gondolattal, belső érzésvilággal, könnyekkel, együttérzéssel. Imádkozzunk ezen a keresztúton a Közel-Keleten, Indiában és Közép-Afrikában üldözés szenvedő keresztény 10 milliókért, a hitben testvéreinkért, hogy mi is egykoron meg tudjuk vallani ugyanilyen büszkeséggel és nyugodtsággal a hitünket. Uram, ebben az órában, gondolatban követni akarlak keresztutadon. Annak idején te magad szenvedted végig ezt az utat, mennyei atyád iránti engedelmességből és irántam való szeretetből. A legnagyobb szenvedést vállaltad magadra, hogy bűneimért vezekelj és a világot megváltsd. Engedd, hogy szenvedésed állomásain hálát és köszönetet érezzek ezért a szeretetedért. Világosíts meg, hogy hibáimat fölismerjem és leküzdjem őket. Szent keresztutad, amelyen most követni szándékozlak, legyen számomra az önfeláldozás és a megszentelés iskolája. Olyan út, amely megtanít arra, hogyan válhatok a megváltás nagyművének munkatársává. Szűz Mária, szenvedésekben erős édesanyád legyen kísérőm. Oldalán bátran járom szenvedéseidnek útját. Első állomás, Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Én a harmadikat olvasom. Első állomás, Pilátus halálra ítéli Jézust. Pilátus igazságtalanul ítél, mert fél az emberektől. Jézus hallgat, elfogadja az ítéletet. Szíve legmélyét érinti, de belenyugszik. Sokszor milyen nehéz a hallgatás, amikor úgy érzed, igazad van. Hogy védekezel, ha néha csak egy bántó szó éri a szívedet? Uram, taníts meg engem hallgatni, ha igazságtalanság ér, hogy irántad való szeretetből elviseljem a fájdalmat. Nem akarok azonnal felfortyanni, hanem uralkodni akarok magamon. Elég lesz majd Pilátus ítéletére gondolnom. És ha mégis szólnom kell, csak a szeretet hangján fogok válaszolni. Második állomás, Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az üdvözítő önként nyúl nehéz keresztje után. Tudja, hogy ezzel a nehéz kereszttel szabadít meg téged. Ezért olyan határozott, ezért szorítja magához oly erősen. Hogy jaj veszékelsz, ha csak egy kis keresztet kell viselned?
könnyebb betegséget, minden igyekezeted elleni sikertelenséget, félreismerést. Tárd ki te is a karodat, vedd a keresztet, és viseld az üdvözítővel együtt a magad és fele barátaid üdvözülésére. Uram, adj erőt, hogy a szenvedést, amelyet te küldesz rám, vonakodás nélkül, kitartóan és örömmel viseljem. Mutasd meg, milyen önkétes áldozatot hozzak, amellyel neked örömet szerezhetek, és általa új emberré válhatok. Harmadik állomás. Jézus először esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. A teher nehéz, az üdvözítő lassan kimerül, az út köverére rogy, a kereszt megüti őt. Új erőt gyűjt mégis, és talpra áll. Rád gondol, és bűneidre, amelyekért vezekelni akar. Uram, összeestél a kereszt súlya alatt, amelyet én rottam a válladra. Most látom, milyen borzalmas dolog a bűn, hogy miatta mekkora szenvedést vállaltál. Add, Uram, kegyelmedet, hogy a kísértésnek, míg nem késő, bátran ellenálljak. Már a legelső alkalmat a bűnre kerülni fogom, hiszen az én bűneim nyomtak le téged az útporába. Negyedik állomás, Jézus szent anyjával találkozik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Mária követte az üdvözítőt. Most hirtelen megpillantják egymás arcát. Mária szíve mélyéig együtt szenved fiával a keresztúton. Szenvedéseit egyesítette Jézuséval. Mária szívét a fájdalmak tőre járta át, és azért érti meg ő a te szenvedéseidet is. Sötét gondok kínoznak, vagy halálos bűnterhe nyomaszt? Fordulj hozzá a nyomorultak vigasztalójához, a bűnösök menedékéhez. Ő oda vezet fiához, a szenvedő megváltóhoz. Uram, szenvedéseid óráiban vigasztalást találtál édesanyád tekintetében. Milyen jóleső érzés megértő emberekre lelni. Édesanyáddal való találkozásod által taníts meg arra, hogy én is megértő, tapintatos legyek embertársaim szenvedése iránt, főként szüleim, testvéreim, barátaim szenvedése iránt. Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az üdvözítő oly gyenge, hogy a zsidók attól félnek, már a Kálváriához vezető úton meg fog halni. Ezért kényszerítik az éppen arra haladó Simont, fogja és vigye egy darabon Krisztus Urunk keresztjét. Simon habozik, de vállára veszi az Úr terhét. Ezért jutalmul megkapta később a hit kegyelmének ajándékát. Íme így jutalmazta meg az Úr azokat, akik önként segítenek a szenvedőkön.
minden megkínzott, agyongyötört, elfáradt ember szeméből a kereszt hordozó Krisztus tekint rád. Segíts rajta, ahogy tőled tellik. Uram, nyisd fel szememet, hogy észrevegyem magam körül az emberek szenvedését. Ne haladjak el sorsuk mellett vakon, hanem segítsek keresztjük nehezén erőmhöz mérten. Ha sokat nem is tudok, de amennyit igen, azt örömmel akarom megtenni. Hatodik állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Veronika csekély szolgálatot tett az üdvözítő szenvedéseinek enyhítésére. Ezért örökbe kapta kendőjén az Úr arcának képmását. Ilyen az Úr. Ha a legkisebbet is ajándékozzuk neki, magát adja viszonzásul. A legnagyobb szenvedésben is hálás volt a legkisebb jótéteményért. Talán könnyebben elfogadsz egy-egy adományt, de az ajándékozóra kevés figyelmet fordítasz. Pedig milyen kis fáradtságodba kerülne néha egy köszönő szó. Uram, te nagyon fontosat mutattál nekem, az igazi hála erényét. Uram, add, hogy elsősorban irántad töltsön el gyengéd, szívből jövő, mély hálaérzet, mert végső soron a te kezedből kapok mindent, és magamtól semmire sem mennék. Hálával akarok gondolni azokra is, akik jót tesznek velem, akik közvetítik adományaidat. Sugározd rám szent arcod vonásait. Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. A kereszt mindig nehezebb lesz, az üdvözítő egyre fáradtabb és gyengébb. Már alig botorkál, újra földre zuhan. A maga erejéből kell ismét talpra állnia, a szolgák ütéseitől és gyalázkodásaitól kísérve. Az üdvözítő most azokért a bűneidért szenved, amelyeket újra meg újra elkövetsz, amelyektől oly nehezen tudsz megválni legfőbb hibáidért. Uram, bűneim oly erővel nehezednek rád, hogy ismét a földre nyomnak. Oly nehezen szabadulok tőlük, mindannyiszor elkövetem őket. Adj erőt az igazi elhatározáshoz, hogy végérvényesen tudjak szakítani azzal a bűnnel, amelybe oly gyakran visszaesem. Nyolcadik állomás. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az asszonyokat megrendíti a szenvedő Jézus látványa. Pedig jobban tennék, ha hívő lélekkel követnék őt. Erre már nem tudják rászánni magukat. Az üdvözítő így szól hozzájuk. Ne engem, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Ezzel rá akar mutatni arra, mi nagy jelentősége van a tettnek, és mi kevés a sajnálkozásnak. Add, Uram, hogy nem törődve az emberek szóbeszédével,
alázatos tettekkel kövesselek. Ne engedd, hogy kis hitűség és a csüggedés erőt vegyen rajtam, amikor hiányzik belőlem a lelkesedés lendülete. Sőt, éppen ilyenkor akarok neked tettekkel, különösen kötelességeim teljesítésével szolgálni. Kilencedik állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az emelkedő mindig meredekebb. Elérkezett az utolsó szakasz. Az üdvözítő szeme előtt feltűnik a hely, ahol hamarosan keresztre fogják feszíteni. Ekkor merül ki, és rogy össze harmadszor is. Minél nagyobbak az emberek bűnei, annál gyötrőbbek az Úr szenvedései. Most a megrögzött bűnösökért vezekel. Nekik is ki akarja nyitni a mennyek kapuját. Imáidban gyakran emlékezzél meg róluk, a szegények legszegényebbjeiről, akik nem akarnak bejutni Isten országába, habár oda juthatnának. Uram, harmadszori összeroskadása által könyörülj azokat, akik elvakultságukban elfordultak tőled, hogy szent szenvedésed gyümölcse ne vesszen kárba az ő számukra sem. Tizedik állomás, Jézust megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Megkezdődnek az előkészületek Jézust keresztre feszítéséhez. Sebekkel borított, lázas testélőre rángatják a ruhát. Mély keserűség tölthette el az üdvözítőt, de érted, elviseli. Neked akar erőt adni ahhoz, hogy testedet megőrizhesse tisztán, szentül. Vezekel azokért az emberekért, akikben nincs szemérem, akiknek nem szent az emberi test. Uram, viselt ruháidat is odaadtad. Amit volt, azzal mind vezekelsz. Tarts távol testemtől minden bűnös gerjedelmet. Taníts meg arra, hogy testemben a Szentlélek templomát tiszteljem, s megvédjem minden megszentségtelenítéstől. Benne mindig a szellem és a te kegyelmed uralkodjék. Kerülni fogom a túlzott ragaszkodást a kényelemhez. A te kedvedért áldozatot vállalok magamra, megtagadok magamtól olyasmit, ami testemnek kedves, kellemes. Segíts ebben, Uram! Tizenegyedik állomás, Jézust a keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad. Most a legszörnyűbb következik számára. A hóhérok keresztre szegezik testét. Krisztus kínjai kimondhatatlanok. Pedig hányszor találhatott volna a maga számára nyugalmasabb helyet a meghaláshoz. Most egyedül van. És kiszolgáltatva durva lelkű emberek kényekedvének. Így adott példát, hogy te is készségesen vállald, ha szenvedést társtalanul magányosan kell elviselned. Uram, mindenedet elvették, most elhagyatva fekszel a keresztfán. Uram, taníts meg a lemondásra. Tudjak egyszerű, szegény és igénytelen lenni. Ha szenvednem kell, ne kürtöljen világgá. Veled
megfeszített üdvözítőmmel együtt akarom azt elviselni, s fölajánlani magam és mások bűneiért. Tizenkettedik állomás. Jézus meghal a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világ. Az Úr most hozza legvégső áldozatát, amely minden eddig itt felülmúl és betetőz. Engedelmes a kereszt halálig, három kínokkal teli órát viaskodik a halállal, és ekkor kiadja lelkét. Az utolsó szavai a mennybe szállnak az Atyához. Küldetését most befejezte. Az engedetlenség által jött az eredeti bűn a világra, s most az engedelmesség által jön el az emberek üdvössége. Ennél világosabban és határozottabban nem tudta volna az üdvözítő kinyilvánítani, és tudtodra adni, hogy miért követel tőled engedelmességet, amely a te megszentelésedre szolgál. Engedelmeskedj, és megszabadulsz minden szenvedélytől. Uram, kereszted lábánál álhatatosan kérlek, ajándékozz meg engem az őszinte, jókedvű engedelmességgel és annak lelkületével. És ha nehéz meghajolnom, pillant csak szent keresztedre, jusson eszembe a te gyermeki engedelmességed mennyei atyád iránt. Engedelmeskedni akarok a te parancsaidnak, egyházadénak, püspökeid és papjaid parancsainak. Szüleimnek, elöljáróimnak azáltal akarok örömet szerezni, hogy az ő parancsaikat is pontosan és hűen megtartom. Fogadd el engedelmességemnek ezt az áldozatát, és egyesítsd kereszthalálodnak megváltásod művének gyümölcseivel. Tizenharmadik állomás. Jézus testét leveszik a keresztről, és fájdalmas anyja ölébe fektetik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Mária szíve mélyéig átérezte az Úr szenvedését. Most legelső gondja, hogy fia számára méltó nyughelyet keressen. Ekkor jön Arimatiai József, leveszi Jézus testét a keresztről, és Mária ölébe helyezi. Most még egyszer karja között tarthatja üdvözítőjét. Nyelve nem szól, de szíve most is azt mondja, lásd, én az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te szavad szerint. Isten akaratában való igazi megnyugvás. Uram, ha hitem erősebb volna, nem lennék oly türelmetlen. Mária nyugalmát abból merítette, hogy hidd benned. Hadd tanuljak tőle csendes alkalmazkodást, ha bajt, szerencsétlenséget küldesz rám. Nem morogva, panaszkodva akarom parancsaidat fogadni, hanem szívesen, türelemmel, kitartással fogom teljesíteni akaratodat. Tizennegyedik állomás. Jézus holttestét sírba helyezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Csak néhány hűséges viszi az Úr testét a sírhoz. Csend van, a szájak hallgatnak. Szomorú ez a menet, de a béke lebeg fölöttük.
az áldozat befejeződött, nem sokára itt a húsvét. Eljön egyszer a nap, amikor téged is sírodhoz kísérnek, amikor számodra is vége lesz a kemény harc idejének. Ne félj ettől a naptól. Ha végigjártad az élet kereszt útját az üdvözítővel, ő megragyogtatja előtted a húsvét hajnal boldogító fényességét. Uram, most vége keserű szenvedésednek. Így nyugszol a sírban. Azonban hamarosan felvirrad dicsőséged napja, amikor a bűn, a halál, a pokol fölött aratott győzelmed nyilvánvaló lesz. Az én keresztutam végén is boldog örökké valóság vár a mennyben, amelyet te ajándékozol nekem. Erősíts meg, hogy tartsak ki ezen az úton, amelyen te haladsz előttem a kereszttel, s a zászlót, amelyen királyságot felségjelvénye, a Szent Kereszt ündököl, soha cserben ne hagyjam. Jézus, te egész életeddel, a halálig menő engedelmességgel az elviselést és a szeretet megváltoztatni képes erejét mutattad meg nekünk. Csendben a szótlanságra buzdítottál, ha már kifogyott minden eszközünk. Adj erőt nekünk eljutnunk a szótlanság erejének megtapasztalásáig, és engedd, hogy az igazság és a szeretet érdekében felemelt szavunkkal mindig szolgálni tudjunk téged a másik emberben, és dicsérjünk téged. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké!